Úgy látom, hogy ezt az árnyékot nagyon kedvez neki ez a érdekes növény, ami majdnem ilyen zöldségfélének tűnik, de itt a cseresznyefa árnyékában gondolom ez nem zöldségféle. Ő is egy örömféle, latinban különbséget is tesz, annua, tehát hogy ehető, valóban ehető ez a örömfű. És mennyire érdekes, hogy régebben a Facebookon elterjedt a hír, hogy ez gyógyítja a rákot. És amikor én leírtam, hogy nekem van buszámra, jöttek le Pestről magért, béreltek buszt. Nem a gyűjtők, igen. És akkor én mondtam, hogy hát ne üljenek már fel ennek a hülyeségnek, ez nem gyógyítja a rákot. És akkor jött a legérdekesebb rész, hogy egy gyógyszergyártó cég erre az oda-vissza beszélgetésekre felfigyelt, és vittek el tőlem magot is, meg növényt is. És egy év múlva kaptam az eredményt, és a következőt mondták. Valóban gyógyítja a rákot, az a hatásmechanizmusa, hogy kivonja az emberi testből a vasat. Ha nincs vas, vas nélkül nem tud a tumorsejt tovább fejlődni. Igen ám, de vas nélkül mi sem élünk. Úgyhogy nesze neked. Ennyit erről a növényről. De hát én tévedek, mindenképpen el kellett mondanom.